Lázár Ervin, a csodapatika. Mit nem képzel? Ordított első vevőjével, torka szakadtából, rimapénteki rimapéntek, vadonatúj patikájában, amit éppen az imént nyitott meg rimapéntek főterén. Hogy, hogy mit képzelek? emelte fel a hangját az első vevő. Talán nem az van kiírva maga boltjára, hogy patika? De az, mondta rimapénteki rimapéntek. Akkor meg mit ordítozik, ha aspirint kérek? Hol kérjem, hanem a patikában? Az is ki van írva, hogy ki a cég tulajdonos, mondta fölényesen Rima Péntek, Péntek. Mit érdekel engem a cégtulajdonos, tulajdonos? háborgott az első vevő. Nekem az kell és kész. Csak nem képzeli, hogy egy rimapénteki rimapéntek vacak aspirineket, fejfájás elleni porokat, lázcsillapidókat, lábizadás gátlókat és papsikenőcsöket árul? Mi a szözt árulna mást egy patikában? Mérkelődött az első vevő. Embernek fia, mondta lecsi lapodva, rima péntek, péntek. Ez nem a test, ez a lélek patikája. Az első vevő szemében érdeklődés csillant. Lelki bajok ellen. Igen, mondta rima péntek, péntek. Most már teljesen elpárolgott a mérge szinte kedvesen nézett az első vevőre, ami az ő esetében elég nagy szó. Tisztelt barátom, folytatta kissé ünnepélyesen. Mivel ön az első vevőm, bármit vásárol, ingyen kapja. Válasszon! Hogy őszinte legyek, toporgott izgatottan az első vevő, nem pontosan értem, hogy mire lehet gyógyszert kapni az önpatikájában, bár reménykedem, de reményemet ki sem merem mondani. Mondja csak bátran, biztatta Rima Péntek, ki Rima Péntek. Ne talán irítség, gőg, nagy képűség, gyávaság, káröröm, rossz indulat. Rima Rimapéntek Rima Péntek átszellemült, arccal bólogatott és folytatta meg kicsinyesség, kapzsiság, nagyravágyás, álszentség, alamusziság, lustaság, torkosság, tohonyaság, lelkirestség, pénzsóvárgás és mindenféle gonosság, eltévejedés és átok ellenek vannak írjaim, balzsamjaim, csepjeim és pasztilláim. Ez nagyszerű! Uram, bocsásson meg, hogy az imént emeltebb hangot merészeltem megengedni magamnak. Akkor még nem tudtam, hogy ön egy zseni, az emberiség megmentője. Egyúttal az én megmentőm is. Házsártosság ellen is van gyógyszere? Van, mondta gyanakodva rimapénteki rimapéntek. Az első vevő tapsikolt és ugrándozott örömében. Tetszik tudni, van egy házártos irigy, lusta és nagyképű feleségem. Egy kicsinyes kabzsi napam, egy torkos tohonya pénzzsóvár ipam, egy alamuszi ángyikám, egy kárőrvendő bácsikám. Mindnek kérek, ami jár. Ír, balzsam, pasztilla, egyre megy, csak használjon. Rima péntek, rima péntek, vakarta a feje bóbját. Van egy bökkenő. Engem már semmi sem akadályoz meg, hogy megmentsem a feleségemet, ipam, napam, ángyikám, bácsikám, mindenre hajlandó vagyok a gyógyszerekért. Halljam azt a bökkenőt. Annyi csak, mondta rima péntek, rima péntek, hogy a gyógyszert mindenkinek magának kell kérni a bajára, különben nem használ. Úgy érti, tátotta el a száját az első vevő. Úgy, borintotta mondat végét, meg se várva rimapénteki rimapéntek. Hát azt várhatja, mondta elkeseredetten az első vevő. Mit? hogy mondjuk a feleségem idejöjjön és gyógyírt kérjen irítségre, lustaságra, házsárt és na nagykép ellen a saját maga számára. Mert miért ne történhetne meg? Mert azt hiszi magáról, hogy jó indulatú, szerény és szorgalmas. Éppen róla állítja, hogy irigy, lusta, veszekedős és nagyképű vagyok. Szívesen állok rendelkezésére. Készségeskedett rimapéntek, rima rimapéntek kérjen csak akármelyik ellen, egy szempillantás alatt meggyógyul. Csak nem képzeli, hogy igaz, még hogy én így? még hogy én lusta, még hogy én nagyképű, nevetséges. De veszekedősnek csak veszekedős. Velem is mindjárt veszekedni kezdett, ahogy belépett. Én? Ember? Maga veszekedett? Legjobb lenne, ha beszedne valami veszekedősség ellen is ilyen híres gyógyszereiből. Tablettát, írt vagy barzsamot? Maga nagy képű fajankó, ordította el magát rimapénteki rimapéntek. Takarodjon innen, mert úgy kivágom, mint a sic. Az első vevő sem volt rest, visszaordított. Egy darabig válogatott sértéseket ordítogattak egymásnak, aztán a vevő elunta, s nagy dérrel durral becsapta maga után a patika ajtót. Durr! Hát mégis igaza van, gondolta Rima rimapéntek és be kellene vennem egy hirtelen harag elleni tablettát. Ugyan, legyintett azonnal. Nem hirtelen harag, ez csak egyszerű igazságosság. Igazságos vagyok, ennyi az egész. Abból meg kár volna kigyógyulni. Nem is vett be semmilyen tablettát. Leült, várta a vevőket. Jöttek is, de mind másnak akart venni a varzsamokból, írokból, tablettákból. Saját magának egyik sem. Minek? Hiszen nekik aztán semmi bajuk nincs. Lassan-lassan el is maradoztak a vevők. Nem akadt senki rimapénteken, aki elismerte volna magáról, hogy nagyképű, rosszindulatú, irigy, kétszínű, kicsinyes, kabzsi, nagyra álszent, alamuszi, torkos, tohonya, pénzsóvár, lelkirest. Nem tudom, ha te rimapénteken laksz, elmentéle volna rimapénteki rimapéntek patikájába valamilyen gyógyszerért. Igen? Nem? Mert így bizony felkopott az áll a szegény csodapatikusnak. Írjai megpenészettek, balzsamjai megpimpósodtak, tablettái szétporlattak. Ő maga meg búvában, bánatában elbújdosott. Ma sem tudja senki, hol lakik, mit csinál. Ha csak berci nem, de ő mélyen hallgat felőle.